Budapest második világháborús ostromának és az 1945-ös kitörési kísérletnek történetére az elmúlt évtizedekben főleg szélsőséges erők telepedtek rá, és a mai napig feldolgozatlan események úgy mérgeznek, mint egy betokosodott seb, amelyet fel kell nyitni ahhoz, hogy kitisztuljon és begyógyuljon. Ezt mondta az első kerület polgármestere, aki egyben házigazdája is volt az Ostrom 75 címmel meghirdetett közös megemlékező eseménynek. A fotókiállításokkal nyíló eseménysorban az első, a második és a 12. kerület vesz részt. El akarunk indulni egy úton. Nem gondoljuk, hogy most már megérkeztünk valahova, hanem azt gondoljuk, hogy egy egészen új emlékezetpolitikát kell felépítenünk, egy egészen új hozzáállást kell keresnünk azokhoz a 20. századi történelmi eseményekhez, amelyek a mai napig feldolgozatlanok. A feldolgozást segíti egy 5 helyszínen megrendezett fotókiállítás, amelyen eddig még soha nem látott a szovjet katonák által készített felvételeket nézhetnek meg az ostromról, a pusztulásról. Az emberek rettenetesen szeretnek ítélkezni. Szeretnek ítélni másokat. És úgy gondolják, hogy a jó ember meg a rossz ember az így van. Tehát, hogy ők a jók, ők a rosszak, mi meg a jók vagyunk. És nagyon kevésszer jut eszük be, hogy a jó meg a rossz az nem közöttünk van, hanem bennünk van. A konténerekbe berendezett fotókiállítást 5 helyszínre, a Kapisztrán térre, a Szél Kálmán térre, a Hegyvidéki Maros utcába, az Ördögárokhoz az akadémia épület elé, valamint a Széna térre szervezték. Utóbbi helyszínen a második kerület polgármestere egy állandó emlékparkot is szeretne megvalósítani. Az egykori Volánbusz pályaudvar helyén már most ideiglenesen egy kiállítás kapott helyet. A leghatározottabb célom az, hogy egy méltó történelmi emlékpark létesüljön. Az Ostrom 75 keretében február 8-án 14 órakor kerül sor a fotókiállítások megnyitására a Kapisztrán téren, 11-én pedig néma gyertyagyújtást szerveznek az áldozatok emlékére. Minden egyetemnek ünnepeket is kell tartani, mert ünnepek hiány a hétköznapok értéke is jelentősen csökken. Ezt mondta a Testnevelési Egyetem rektora, amikor a sportcsillagok falára újabb világ- és olimpiai bajnok sportolók, illetve edzők kézlenyomatát vették le. A magyar élsportolókkal minden találkozás ünnep, ám a mostani összejövetelhez egy szomorú tűzeset is apropót adott. 2015. októberében kigyulladt a Testnevelési Egyetem atlétikai csarnoka, és 166 híres, elismert sportoló világnagyság kéznyomata közül nagyon sok megsemmisült. Mi ezt szeretnénk Mocsai Lajos rektor úr és Genszen Ferenc kancellár úr tiszteletére, illetve bocsánat, kezdeményezésére újra fölállítani. Mocsai Lajos elmondta, hogy a majd 5 éve elpusztult kézlenyomatok között több olyan sportolói is ott volt, aki már nem él. Az ő lenyomataikat 3D-s digitális reprodukcióval próbálják pótolni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok az emberek, akik az évi több ezer óra küzdelmeiben, munkájába a magyar sportba sikert értek el, példaképpé kerüljenek. A példák nélkül a magyar fiatalság elveszti a megfelelő értékrendet, és ha nincs az az értékrend, ami a napi problémákon túlnyúlik és követendő, nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni a fiatalok nevelésében. Monspart Sarolta, a Hegyvidék díszpolgára is leadta kézlenyomatát a sportcsillagok falára. Az övé is ott volt a leégett atlétikai csarnokban. Minden ünnepség jó, ezért megdolgozott az ember, ha már idős, akkor azt mondja, hogy 75 évet dolgoztam, érte majdnem 76-ot, de jó érzés. Még a másodszor is. A megsemmisült első sportcsillagfalon még nem volt ott a magyar motorsport eddigi legnagyobb csillagának a kézlenyomata, ő újként került e kiválasztott körbe. Talmácsi Gábor a saját sikerének is örül ugyan, de azt szeretné, ha lehetnének követői. A magyar fiatalok a motorsportban nagyon ügyesek és nagyon jó képességekkel rendelkeznek, ami még mindig nehézség, azok a források előteremtése, mert egy nagyon drága sportágról beszélünk. Akár már 5-6 éves korban is el lehet kezdeni, és minden évben ugye újabb és újabb felszerelésekre van szükség, a technikára, a külföldi versenyekre, és hogyha ebben több lehetőség lenne, több forrás, akkor még nagyobb eredményeket lehetne elérni. A sportcsillagok kézlenyomatvételekor elhangzott, hogy a Testnevelési Egyetem 45 milliárd forintos újjáépítése jól halad, és a már elkészült új épületen kívül hamarosan épül a könyvtár és 40 ezer négyzetméternyi sportfelület is, ahol szinte minden sportág számára lehetőséget ad az egyetem vezetése.